Úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk. Ez itt a pedagógia alapszakos tájékoztató, úgyhogy remélem mindenki jó helyen van végül is. Röviden szeretném magunkat bemutatni. Én Kálmán Orsolya vagyok, itt dolgozom a Nevelés Tudományi Intézetben. Alapvetően tanulással, tanítással foglalkozom, mind a oktatás, mind a kutatás szempontjából. Még be akarnak ide jönni? Jó nekünk. Mi volt, ha jöjjenek, egy kicsit bejebb akarnak? Jó. Oké. És nagyjából, amikor már elkezdődött 2006-ban ez a pedagógia alapszak, akkor kezdtem el itt dolgozni, és akkor tolfogva úgy érzem, hogy követem ennek a szaknak a sorsát, és tevékenyen is részt vállalok benne. Én vagyok egyébként az egyik specializációnak a felelőse, ami az oktatás tervező és oktatás fejlesztő specializáció. A mai alkalommal sikerült elhívnom mostani, jelenlegi hallgatókat, illetve végzett hallgatókat is, úgyhogy őket is megkérdem, hogy nagyon röviden csak egy-egy mondatot mondanának magukról. Sziasztok! Fejér Zsófia vagyok, másodéves pedagógia BA hallgató. Ezen kívül demonstrátor vagyok a szakfelelős mellett. Ez ilyen, hát ilyen tanársegéd, ilyen adminisztratív dolgokban tudok segíteni. Tulajdonképpen is kapcsolatot tartok a hallgatók és a szoktatók. Én pedig Nemes Rakitas vagyok. Én tavalyi évben tettem le ezen az alapszakon a diplomát 2018-ban, most pedig ugyanebben az épületben az emberi erőforrás tanácsadói mesterképzésen hallgatok. Köszönjük szépen! És akkor azt terveztük, hogy lenne egy tájékoztató, a tájékoztató után pedig lehetne kérdezni. Azt hiszem, ez az egyedüli olyan alkalom mostanában, amikor itt személyesen lehetne kérdezni, hogy feltétlenül hagyjunk erre időt. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, úgyhogy mindenki készítse elő a kérdéseit. Ha van olyan nagyon-nagyon konkrét dolog, amit nem ért valaki, akkor nyugodtan menet közben is azért lehet jelezni, hogy valamit nem ért. Na, akkor nézzük is. Alapvetően amiről szeretnék egy kicsit beszélni, az az, hogy mi ez a pedagógia egyáltalán, hogy érdemes erről gondolkodni a képzés szempontjából, és akkor röviden bemutatnám a képzésünket. Gondolkoznánk azon, hogy milyen a struktúrája, milyen céljai vannak, milyen tartalma, módszerek jellemzőkre, és hát nyilván mindenkit érdekel az is, hogy hogyan lehet utána tovább lépni a szakút el, akár a munkaerőpiacra, akár pedig a továbbtanulás terén. És itt szeretném felhívni a nyílt órára a figyelmet, szerintem érdemes belekóstolni, mert akkor saját élményt szerez mindenki arról, hogy nagyjából milyen lesz majd a pedagógia alapszakon tanulni. Ezt az egyik kollégám Mislei Helga fogja tartani. Oké, na nézzük ezt a pedagógiát. Én nagyon, nagyon szeretem nyilván ezt a tudományterületet, ezt a gyakorlatot, de nagyon fontos látni, hogy más jelent a pedagógia úgy általában, és más jelent a képzés területén. Volt, tehát, hogy ami egy ilyen nagyon fontos alaptudás, és mindenki fejében jó, ha rendben van ez, hogy ez a pedagógia alapszak, az nem azonos egyébként a pedagógus képzéssel. Tehát a pedagógus képzés, mint ahogy az ember is lehet látni, az az óvó tanító tanárképzés. Ha valaki ilyen irányba szeretne menni, akkor ez az alapszak nem lesz jó hozzá. Jó, tehát ezt így nagyon komolyan el kell dönteni, mert ez ilyen félreérthető az elnevezés kapcsán, és ekközt ilyen értelemben nincs átjárás itt az alapszakon. Fordítva van, tehát hogy tanítók, óvó képzők jöhetnek majd hozzá mesterképzésre. Tehát ahogy itt látják, ez a szak a bölcsészettudomány területén belül van, és a nevelés és sporttudományokhoz tartozik. Tehát egy bölcsész területhez tartozik alapvetően a pedagógia alapszak. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem gyakorlatias túl. Alapvetően szerintem fontos egy kicsit a képzés kapcsán gondolkodni arról, hogy mitől gondoljuk azt, hogy jó egy képzés, egy jó, egy alapszakos képzés. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem ez a képzés az olyan, hogy ezen az oktatók, a hallgatók közösen is sokat gondolkodtak, hogy milyen legyen. Tehát ez sose áll meg, tehát mindig fontos az, hogy gondolkodjunk, hogy mitől lesz még jobb ez az adott képzés. De minden esetre két dolgot érdemes figyelembe venni, hogy egyrészt az alapszak próbál gyakorlatias lenni, tehát hogy tényleg nagyon fontosnak tartjuk, hogy akik itt végeznek, a képzés során találkozzanak gyerekek,
gyerekekkel iskolákban, különböző intézményekben, akár kutatóintézetekben, fejlesztőintézetekben, akár színházakban, múzeumokban, egyéb helyeken szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat. Ugyanakkor ezért van egy ilyen tudományos elvárás is a fejünkben, hogy nyilván nagyon fontos, hogy akik itt tanulnak, a mai oktatás világáról minél többet tudjanak, minél újabb ismereteket tudjanak, és szerintem ez is egy nagyon fontos irány, hiszen rengeteg változás történik az oktatás területén az egész világban, akár nézzük a technológiai átalakulásokat, akár nézhetjük azt, hogy mit gondolunk ma a tanulásról, és hogy ez mennyit változott az elmúlt 20-30 évben, tehát azt gondolom, hogy itt ez különösen fontos. És ilyen értelemben szerintem az is megtalálhatja itt a helyét, aki inkább egy ilyen hosszabb távon, egy ilyen kicsit ilyen tudományosabb irányba szeretne menni, és az is, aki igazából a gyakorlat miatt jön ide, és a gyakorlat iránt érdeklődik, és minél hamarabb szeretne ott dolgozni. Nem tudom, hogy ki mennyire látja át a felsőoktatási képzési struktúrát, rendszert. Ami fontos szerintem abban a táblában, hogy a pedagógia alapszakos képzés, ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen törzs képzés, ez az első két év, amit követ egy éves specializáció. Két specializáció van jelenleg, az egyik ez az oktatás szervező fejlesztő pedagógia asszisztens, a másik a gyerek és diák csoportok pedagógiai asszisztens specializáció. Ja, ami mondom, hogy én ennek vagyok egyébként a vezetője. Ez a két specializáció alapvetően abban, tehát hogy igazából ilyen hangsúlyokat jelent a képzésben. A képzés közben kell dönteni, hogy majd ki melyik felé szeretne irányulni, tehát hogy alapvetően ráér ez a döntés, tehát hogy lehessen látni, hogy az oktatás, fejlesztő, szervező, ez az, ami inkább egy picit az oktatásról tágabban gondolkodik, nem csak feltétlenül a gyerekek tanulása kapcsán, nem csak a gyerekcsoportok együttműködése kapcsán, hanem az is belefér, hogy mondjuk azon gondolkozom, hogy azokat a pedagógusokat, vagy azokat a szervezeteket, akik gyerekekkel foglalkoznak, vagy fiatalokkal, azokat hogyan lehet támogatni, mondjuk akár szervezés tekintetében, akár abban, hogy mondjuk a fejlesztéseket hogyan lehet asszisztensként segíteni. Akár ha valaki egy picit az intézmény rendszer iránt érdeklődik, tehát oktatási rendszeres iránt. Ez a gyerek és diák csoportok asszisztens, ő pedig kifejezetten egyébként egy olyan szakember, aki azért elsősorban a gyerekek mindennapi életét szereti támogatni, akár iskolai környezetben, akár mondjuk táborokban, szabadidőszervezés során, tehát akár ilyen informálisabb helyzetekben. És aztán utána ugye erre is örömös esetek kitekinteni, hogy ugye más felszínre is lehet tovább menni, és érdemes itt meg most látni, hogy van egy neveléstudományi mesterképzés, de van más olyan mesterképzés is, ami a karon van, és tovább lehet menni, akár amit a TAS mondott, ez a emberi erőforrás tanácsadó, de van andragógiai, társadalmi befogadás elmélethez kötődő mesterszak is. No, és akkor nézzük egy picit azért ezt az alapszakot, hogy mi is ennek a tartalma. Hát azt lehet látni, hogy néhány ilyen tantárcsoportot felírtam ide, amiket tartunk. Szerintem az nagyon fontos, hogy a tartalom is olyan, hogy nagyon sok ilyen kompetencia fejlesztő, alapvetően önismeretet, kommunikációt fejlesztő kurzusunk is van, nem csak ilyen hagyományos szemináriumos előadás, és a tartalmakat pedig azt érdemes esetleg nézni, hogy egyrészt vannak ilyen hagyományosabb, nyilván ilyen fő tantárgyaink, mint például a nevelés, az oktatás elmélet, de ezen kívül nagyon jelentős egyrészt az interdisziplinaritás, tehát hogy sokféle tárgyat is érintünk, például de nagyon sokan, akik közel jönnek, azokat érdeklik a pszichológiai tárgyak, tehát nyilván ez is tartalma, ezt is tartalmazza a képzésünk, de egyébként van oktatás jog, tehát olyan társadalmi témák is, amik fontosak lehetnek
És hát a másik szempont ez meg az, hogy a gyakorlatiasság abban is megjelenik, hogy például olyan tárgyak is vannak, amik igazából nem tudományterületekhez kötődik, és ezek a dominánsak, hanem olyanok például, mint ez az innovatív fejlesztések, ahol megnézzük azt például, hogy az oktatás területén az elmúlt időszakban milyen fejlesztések voltak, azokat elemezzük, értékeljük, azokon gondolkodunk közösen, magunk is próbálunk kisebb ilyen fejlesztéseket létrehozni, de a műhely munkában mindenki elmélyülhet a témában, kutathat benne, fölvárhatja, hogy mi történik a mai Magyarországon azzal az ügyel kapcsolatban, akár például most, hogy ott a Zsófiék témája volt az ezen a kurzuson, hogy vagy a középiskolában ugye nagyon sokan, akik végeznek, jó eredménnyel végeznek, azok azt tervezik, ugye, hogy külföldön tanulnak tovább, és hogy ennek mi az oka, mi a motivációik vannak, hogyan csinálják ezt az egész folyamatot, hogyan szervezik, és ennek egyfajta szakmai átgondolása. Itt akkor néhány ilyen specializációs tárgyik, jól lehet látni, hogy ezek aztán meg tényleg nagyon ilyen kompetencia központúak, gyakorlatiasak, próbálnak a munkára felkészíteni. Van ilyen is, például vállalkozói kompetenciafejlesztés projekteket csinálunk. Nagyon erősek egyébként, amit eddig még nem mondtam, ez az IKT használata, illetve az e-tananyag fejlesztése van elég. Erősek vagyunk, de mondjuk aki mondjuk a másik specializációt választott, ugye nagyon sok ilyen szabadidőszervezés van, az ifjúság és gyerekvédelem, vagy egyáltalán az oktatás jogpolitikai kérdések is nagyon meghatározóak. Akkor néhány szót arról, hogy hogyan is tanulnak itt a hallgatók, osztunk néhány képet is. Jól lehet látni szerintem, hogy alapvetően sok biztos a hallgatók is majd megerősíti, de alapvetően nálunk nagyon erős az, hogy a hallgatók részben csoportban tanulnak nagyon sokat, együttműködve, és ez egy nagyon fontos cél is, hogy ezt megtanulják. Részben elég sokat kell önmagában egyénileg tanulni, úgy, hogy átgondolja az ember, hogy mit miért csinál, saját célokat tűz ki, és azokat viszont akkor következetesen nem is valósítja. És hát ezek a technikák, ezeket segítik a sok vitát, a sok gyakorlatunk, tréningeink, vannak projektek, amikor közösen valamit létrehoznak, hallgatók, például akár egy prezentációt, akár egy kisebb tananyagrészt, és sok ilyeneket. És ezek nyilván visszaadnak egyébként a hallgatói életre is. Tehát én azt tudom mondani erről oktatóként, hogy én úgy látom, hogy a hallgatói élet egyébként az részben azon múlik, hogy milyenek a hallgatók maguk, de hogy az a fajta oktatás, ami nálunk folyik, az egyébként segíti azt, hogy a hallgatók jól megismerjék egymást, hogy a hallgatók közösségként működjenek, hogy a hallgatóknak fontos legyen a másik hallgató, és hogy tudjanak együtt dolgozni a tanulás érdekében is, és mert szabadokban is érezzék magukat együtt. Néhány szó az oktatóinkról. Van egy kép, ami néhány évet készült, talán aki nem ismeri, mondanám Bisai Hába, ő lesz, aki majd a nyílt órát tartja, és hát jól lehet látni, hogy sokféle társaság, szerintem én ezt emelném ki, hogy itt lehet sokféle társaság, de talán azt mondhatom, hogy akik itt a szakon dolgoznak, azok tényleg fontosnak tartják az oktatás és nevelés kérdéseit. Nagyon érdekli őket a tanítás szempontjából is, ami szerintem fontos, hogy fontos nekünk, hogy hogyan tanítjuk a hallgatóinkat. Nagyon érdekli az oktatókat az is, hogy hogyan lehet fejleszteni a mindennapi oktatást, és nyilván az is, hogy hogyan tudunk megbízható kutatási eredmények révén többet megtudni a mindennapi oktatásunkról. És akkor néhány szót arról, amit talán jobban érdekli a csapatot, talán, hogy kit is várunk, és kinek is ajánljuk ezt a szakot. Szóval elsősorban én azt gondolom, hogy ezért kell valami érdeklődés, nevelés, oktatás iránt, vagy legalább a gyerekek, fiatalok, emberek iránt, szeretek kommunikálni, szeretek emberek közt lenni. Ezek azért nem ártanak, hogyha valaki most magában néz, hogy ilyesmiket talál magában.
De azért alapvetően azt gondolom, hogy az tényleg jó, hogyha valaki érzékeli azt, hogy érdekli a nevelés is, de akár az is lehet, hogy az is, hogy mondjuk hogyan lehetne jobbá tenni az oktatást, milyen fejlesztéseket lehetne bevonni, tanulókat meg a mindennapi gyakorlatunk. És az is, hogyha valaki esetleg érdekel az, hogy hogyan lehet ezt vizsgálni, hogy ezeket az eredményeket közé tenni, megismerhető pedagógusokkal és többi. És hát próbáltunk összeszedni olyan helyeket, ahol dolgoznak a végzeteink, mindig azt lehet látni, hogy nem ezek nem nagy évfolyamok, tehát egy ilyen 20-40 fős évfolyamunk van minden évben. Én azt tudom mondani személyesen, hogy én úgy látom, hogy az utóbbi időben egyébként egyre többen helyezkednek el olyan területen, mint az eltananyag fejlesztés, olyan területeken, amik inkább cégekhez kötődnek, de a Tempuszt, az még például egy közalapítvány, de hogy ott is fejlesztőként csoportban dolgoznak, asszisztensként általában az alapszak után. Vannak olyan hallgatói évfolyamok is, ahol összeverődnek hallgatói csoportok, és szinte ilyen mini vállalkozásokat indítanak. Volt ilyesmi a közterem is, ahol kiálltak hallgatók középiskolásokhoz, osztályokban, és számukra ilyen közösségfejlesztő programokat, tréningeket csináltak, amiket ők maguk találtak ki itt a képzés során. Jó, de van olyan irány is, akik oktatásszervezőként helyezkednek el, akár például nyelviskolákban, akár felnőtt képzési helyeken. Vannak, akik kifejezetten ilyen projektekben, nagyon sok nemzet, tehát ilyen EU-s projektokban van, amiben jó, ha valakinek van egy ilyen oktatáshoz értő háttere is. És hát vannak nevelőotthonok is, és ezek a... Ugye aztán nem mondtam, hogy nyilván iskolában, oldalban, tehát közintézményekben is elhelyezkednek a végzeteink, ez a tipikusan egyen pedagógiai asszisztensi munkakő, illetve talán érdemes gondolkodni azon, hogy akár felsőoktatás területen is van, aki mondjuk akár tanulmányi osztályokon, akár ilyen háttérmunkákban meg tud kapcsolni karrieri odákban és többi. Jó, hát van egy ilyen listánk, hogy mit tud majd az, aki végez nálunk. Amit ebből én kiemelnék, hogy egyébként ilyen személyes élmény. Tehát, hogy azon túl, hogy én azt mondom, hogy felkészültek a végzetteink a nevelés oktatás területén, azt mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy talán amiben úgy érzem, hogy az évfolyamok a legtöbbet fejlődnek, azok általában így a kommunikáció, az együttműködés, és egy olyan harmadik dolgot tennék hozzá, ami talán nagyon fontos a munkavilág a szempontjából, hogy szerintem sokan nagyon jól megtanulnak itt tanulni. Tehát, hogy hozzászoknak olyan előre nem teljesen leírt biztonságos környezethez is, amiben fel kell találni magukat, és ez azért jó kompetenciákat jelent maga számára is. Egy-két diát hoztam, de ezt a felvén is megtaláltuk, hogy ezeket nem mondanám el részletesen. Én csak azt érdemes látni, hogy a pedagógia alapszak több egyetemen van nyilván. Mi azt tudjuk mondani itt az ELTE-n, hogy 2006 óta folyamatosan meghirdettük ezt a pedagógia alapszakot, tehát már viszonylag nagy tapasztalatunk van benne. Egyébként országos szinten szerintem nem nagyon változik a létszáma a szakon végzetteknek. Volt egy ilyen boom, ami azóta ugye nyilván csökkent, de ez az ilyen 100 fő, ennél több nem szokott lenni országos szinten. És talán ez is a felülről van kiemelve. Amit itt én kiemelnék, hogy nyilván van egy, tehát hogy nyilván ezért a legtöbben az alapszak után dolgozni mennek, de ez a több mint egyharmad meg szokott maradni, aki tovább megy a mester szintre. Ez nagyjából egyébként egy ilyen átlagos irány el is. Ami talán izgalmas, és erre különösen felvennem a figyelmet, az a dolgozik és tanul. Tehát én azt gondolom, hogy ez a terület kifejezetten alkalmas arra, hogy valaki megcsinál egy alapszakot, és utána nem adja fel, hanem tovább megy. De mivel vannak esti képzéseink, tehát hogy nyugodtan lehet, hogy már elkezd valamit dolgozni. A pedagógia szakon kifejezetten jó, ha valakinek vannak gyakorlati tapasztalatai is egyébként a elméleti ismeretek mellett. És olyannal is találkoztam, mert ezt majd meglátom, hogy gyakorlatban hogy várjuk be, hogy talán az egyik a legjobb végzetteink közül nagyon sokan elkezdtek dolgozni általában különböző cégeknél,
akik oktatásfejlesztéssel foglalkoznak, és ők azt mondták, hogy ők most dolgoznak 2-3 évet, és utána visszajönnek a mesterszakra. Hát még nem jöttek vissza, de még nem telt el a 2-3 év, úgyhogy még meglátjuk. Jó, ezt kiemeltem, de ezt is szerintem biztos tudják, akik itt ülnek, hogy alapvetően a felvételhez 2 tárgyat kell választani, és abból az egyiknek emelt szintűnek kell lennie. Jó. És akkor hát térjünk rá végzetekre és a hallgatókra. Tehát, hogy én hoztam néhány ilyen diátést, de majd most inkább átadom a 2 hallgatónak, illetve végzetnek és a hallgatónak a szót. Bálás itt egyébként ő is egy végzett hallgató, és az ő történetéből azt emeljük ki, hogy ez is egy érdekes csoportja azoknak, akik már esetleg elkezdtek más képzési területet, más egyetemet, és úgy érezték, hogy nem tetszik. És idejöttek, és úgy érzik, hogy mégis ez valami olyasmi, ami tényleg egy izgalmas tapasztalat, mert engedik őt gondolkodni, úgy érzi, hogy fejlődik itt, úgy érzi, hogy jó társaságba került, és hogy olyasmit csinálhat, ami tényleg érdekli. Úgyhogy ő egy történet, de én azt gondolom, hogy lesznek itt még személyes történeteink is, amiket most szerintem meghallgatnak, és addig mindenki gondolkozhat azon, hogy van esetleg valami kérdés, bármilyen, ami úgy érzi, hogy akár személyes, akár nem biztos, hogy ilyen egyszerű föltenni, de most érdemes. Jó, de azért, hogy valaki csak személyesen akarja, még utána is itt maradunk egy kicsit. Jó? De szerintem mindannyian tanulunk a kérdésekből, és akkor átadom is a szót. Mondtam, hogy először Zsófia, akkor Valéria. Hát én is más területről érkeztem, mint Anita. Én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a Nemzetközi Igazgatási Alapképzését végeztem el ezelőtt. Arra hamar rájöttem, hogy ez nem az én utam. Úgyhogy, és akkor közben, amikor Erasmuson voltam Hollandiában, akkor találtam rá, hogy az oktatási rendszeremre, úgyhogy én nagyon célzottan jöttem ide azzal, hogy én oktatáspedagógus leszek. És én azt szeretem nagyon ebben a szakban, hogy szinte minden héten új lehetőség jutnak eszembe, hogy még ezt is lehetne ezzel csinálni, meg azt is, meg amazt is, és tényleg nagyon sokféle egyébként a társaságunk. Tehát amiket Orsi mondott, azok nem ilyen közhelyek, amiket ilyenkor szerintem szoktak kutatni, nem is én a közszolgálati egyetemen sokszor sajnos ilyeneket hallottam, de hogy tényleg csoportban dolgozunk, körbeülünk minden órán, egy csomó oktatót tegezhetünk, és én nagyon családias, és tényleg kíváncsiak a véleményünkre a szakkal kapcsolatban is, és én nagyon, azt szeretem nagyon ebben, hogy van beleszólásunk, hogy szinte minden kurzus végén kérnek tőlünk személyes visszajelzéseket is, ezen kívül éppen múlt év végén szerveztek az Orsiék a szakfelelőssel, meg a másik specializáció felelőssel egy olyan kis értekezetet, ahol minket hallgatókat is vártak, hogy mondjuk el a véleményünket, hogy hogyan lehetne összehangolni az ő kurzusaikat az első évben. Igen, úgyhogy ez nagyon klassz. És majd kérdezzetek. Azon gondolkodom közben, hogy tudok még ehhez ott mondani, ami rám nem igaz. Mert nagyjából ugyanazokat mondtam volna én is. Annyit hozzá tudok tenni, hogy az én másik szakom, amiről jöttem, az ELTE programtervező informatika volt. Úgyhogy igen, a pedagógia ez egy elég éles váltás ahhoz képest. A magyarázat az egyszerűen az, hogy nehéz volt a matematika. Programozni tudtam, csak a matematika nem. Valószínűleg itt a leghasznosabb információ, amivel szolgálni tudok, az én kicsit hasonlítani, összevetítem azzal a típusú felsőoktatással, amit az ember elképzel, amikor beül egy ilyen több száz fős előadóterembe. Ahhoz képest ugye tényleg sokkal családosabb légkör lesz, és ebből következik mindaz, amit most hallottunk az előbb, hogy igen, mivel nincs egy óriási nagy tanulói létszám, ezért nem csak egy elem az ember egy hallgatói adatbázisban, hanem ismerik is az embert itt. Nagyobb valószínűséggel fognak tudni majd tényleges útfejező segítséget is adni. Nekem az édesapám egyébként az ország fővárosnak 3 különböző egyetemén is tanított a karrierje során, és van neki egy anekdotája, amit szeretnék szerintem előadni. Majdnem minden egyes ilyen évnyitó beszélgetésén az új hallgatóknak mindig azt szokta elmondani, hogy gondolkozzon el mindenki azon, hogy ugye ezek első éves hallgatók, tehát olyan 19-20 évesek, mindig mondja, most gondolják el, képzeljék azt, hogy mikor fognak maguk nyugdíjba menni. Csak ugye mindenki rögtön elkezd számolni, hogy jó volt. Az ugye befejezi az képzést 3 év múlva, aztán 40 év munka. Akkor kijön általában most ugye nagyjából az a 2060-as évek közt. És akkor mindig hozzátesz ezt a kérdést. Jó, most akkor ki az, aki el tudja nekem mondani, hogy a világ akkor milyen lesz?
és ugye általában sincsen. Nem tudjuk megmondani 60 év múlva, milyen lesz a világ, azt nem tudjuk, hogy jövőre milyen lesz a világ. És a felsőoktatási intézmények, közoktatási intézmények nagy részében még mindig ugye tanítják az anyagot úgy, hogy ez neked hasznos lesz. Itt én úgy gondolom, hogy sokkal inkább azt tanították meg nekünk, hogy hogyan tudunk tanulni, hogy itt tanultam meg kutatni például, itt tanultam meg hivatkozni, 3 évig kell utána itt tanultam meg, hogy hogyan kell lehivatkozni egy papírt. Úgyhogy tudom ajánlani mindenkinek, aki úgy érzi, hogy neki szükséges az, hogy közösségben tanuljon, jó közösségben tanuljon, csoportmunkában másokkal, akinek úgy érzi, hogy kicsit esetleg mondjuk ilyen visszahúzódó típus, aki nehezebben tud új ismerettségeket kötni, akkor szerintem itt meg fogja találni a helyét. Köszönjük szépen. És akkor egyrészt mindenkinek kívánjuk, hogy Gyani gondolja végig, hogy mit szeretne, milyen szeretne lenni, és hova szeretne menni, és ez nagyon sok sikert kívánunk. És akkor most telepet nyitnánk annak, hogy bárki bármit kérdezzen bármihez. Körülbelül esetleg valami hozzászólás, köszönöm lesz. Bár. Ugye voltak, hogy milyen tantárgyak alapján veszett volna, mint hogy és ide kell ilyen pályalkalmassági elbeszélgetés? Nincs, ez is a pedagógus képzésem van, pedagógia szakon nincs. De az sem azért vészes. Ja. Oké. Okay. Érdemes megragadni az alkalmat, személyesen lehet hallgatóktól kérdezni. A fejlesztő pedagógia, mintha fejlesztő pedagógusként dolgoznék a jövőben, akkor ha nekem ilyen terveim vannak, akkor már ajánlatos idejönni a pedagógia alapképzésre, amikor itt jár egy másik. Nem tudom, mondjuk a gyógypedagógiai koron érdemes elkezdenem. Tehát igen, tehát hogyha valakinek ez egy ilyen nagyon-nagyon határozott cél, fejlesztő pedagógus legyen, akkor én azt javaslom, hogy elsősorban egy gyógypedagógiai karon kezdje a tanulmányait. Pedagógia szaga segíthet, mert vannak ilyen kvázi ilyen ráképzések is akár a tanítókra, meg lehet többféle módon fejlesztő pedagógusnak lenni, de a legerősebb irány az a gyógypedagógia. Tehát még pedagógia alapszakosból is lehet egy idő után, de nem ezt javasolnám, jó, hanem a gyógypedagógián kiállítódni. De egyébként nálunk most a mi évfolyamunk, hogy konkrétan elég, de több ember is van, aki emellett csinálja majd a gyógypedet, vagy párhuzamosan elkezdi, vagy ezután, de ugye ők úgy jöttek ide, hogy nem volt konkrét terv, vagy éppen egyébként pszichológiára akartak menni, csak aztán így akartak, mert rájöttek, hogy ez egy tök jó hely. És, de egyébként, hogyha tényleg az a konkrét terv, akkor érdemes a Bárcira. De ez szokott egy ilyen párosítás lenni, ez a gyógypedagógia szak, illetve tanítók is vannak nálunk, akik hát általában azért nem egyszerre kezdik ugye az emberek, hanem ilyen kicsit ilyen csúsztatva, de azért vannak ilyenek. Esetleg én Erasmusról beszélünk, arról tudom, hogy ez mondjuk más egyetem, de itt is van akkor lehetőség külföldre menni. És ugyanilyen területen, vagy más? Tehát, hogy ugye lehet kellene elképzelni. Ezt alapvetően nyilván az egyetemeknek mindenhol ugye a saját területükhöz kötődően vannak partner intézményei. Akár ezek egyébként oktatáshoz is kötődnek, de egyébként kutatásokhoz is általában. Nekünk talán a legrégebbi az a svéd Karten Egyetem, de én azt látom, hogy mivel viszonylag pici a szak, tehát hogy egészen speciális igények is meg szoktak jelenni, most éppen aktuálisan egy hallgató Dániában szeretne tanulni egy olyan főiskolát, és képzésen, amivel semmilyen kapcsolatunk nem volt eddig, de hogy végül is még erre is van lehetőség, hogy akkor itt a hallgató útán meg is szoktunk kapcsolatokat építeni, de a hallgatói perspektívát, azt mondtad, nem mondják. Ugyanezt tudom, hogy
Én mondjuk a pedagógián nem kerestem konkrét ösztön, hogy itt a PPK-n állítólag nagyon sokszor vannak olyanok, hogy lehet olvasni az interneten például egy partneriskola listát, hogy mik vannak fönt. Nekem azt a tanácsot adták, amikor még én nekinek kérdeztem, hogy ha nem találok olyan iskolát, amit szeretem azon is, de szeretnék menni, ugyanúgy javasolhatom ott meg nekik, mert lehet, hogy a szervezők pont erre a kifogásra várnak, hogy legyen igényre. Igen, egyébként a Közszolgálati Egyetemen én is úgy tudtam Erasmusra menni, hogy ez egy olyan partnerkapcsolat volt, ami még nem volt beindítva. Tehát, hogy már elkezdtek egymás felé a tapogatózások, de így nagyon nem, és végülis miattam indították a tapogatózási hallgatók. És mivel ez az egyetem, én úgy látom, hogy sokkal inkább hallgatóbarátabb, én biztos vagyok abban, hogy tényleg nem tudom. És akkor még egy dolog, amit így oktatóként mondanék, hogy én azt gondolom, hogy ma egy alapszakosnál nem sok jobb dolog történhet, mint hogy elmegy Erasmusra a külföldre. Úgyhogy a szak oktatói egyébként alapvetően maximálisan támogatják azt, hogy más helyen is van olyan tapasztalatot üljön valaki. Azt gondolom, az oktatás felén különösen fontos lehet az, hogy valakinek vannak nem csak magyarországi tapasztalatai az oktatás területéről, és azért azt látni kell, hogy ezek általában még a felsőoktatásban nem mennek annyira ilyen rudiszerűen szervezés szempontjából, de ez senkit nem csinál. Még annyit ehhez, bocsánat, hogy állítólag nagyon kevés szokott lenni a jelentkező, és a ilyen legjelentősebb elrettentő indok az a jelentkezésnek a bonyolultsága. Ahhoz képest én meg azt hallottam, hogy igen, van hozzá procedúra, de pont emiatt, hogy ilyen a létszám, állítólag az ember megpályázza, akkor megkapja. Jó, ez nem tudom, mondhatunk én megerősíteni, meg nem ismerem, de hogy ez van egy ilyen nemzetközi osztályunk. Akkor gondolom, még hosszas lesz ez a nap, tehát hogy egyrészt nekinek ajánlom akkor ezt a nyílt órát, amit érdemes megnyitni, és egy kicsit saját maguk megtapasztalni, hogy milyen tanulni ezen a szakon. Mindenkinek ajánlom egyébként azt, ha már itt van, hogy esetleg nézze meg a mester szakok közül is valamelyik tájékoztatót, de egyébként nem biztos, hogy 60 évre előre kell gondolkodni, nem tudom, az is egy nagy kihívás, de azért érdemes nem csak 3 évre, hanem ha már itt van az ember, akkor lehet nézni, hogy esetleg utána várható el valami olyasmi miért. Na, mindenkinek nagyon sok sikert kívánok a felvételihez, hogy jól döntsön, jó helyre adja a gyerekkedésre, jó? Szép napot kívánok!